Hírműsorunkat látják, köszöntöm Önöket! 2015 a Fény nemzetközi éve. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére az Apró Lépés civil egyesület Ragad meg a fényt mottóval pályázatot írt ki iskolások számára 3 kategóriában. Felhívásukra több mint 800 pályamunka érkezett. Az Életünk természetes fényei kategóriában a pápai vörös iskolások, a Fény mindenkiért, mindenki a fényért elnevezésű társasjátéka első helyezett lett. Boldogan éltek fényfalván a fotonok, a napot szerették és tisztelték, mert ő adta nekik a nélkülözhetetlen energiát. A szivárványt is a nap éltette. Rákóczi Kira meséli a társasjáték alaptörténetét, ám a fényes idillre árnyék vetül. Egy nap arra ébredtek, hogy nem süt a nap, és a szivárvány is halványodik, de később rájöttek, hogy a régi ellenségük a naplopók ellopták és bezárták a napot. A társasjáték itt indul, hiszen a fotonok felkerekednek és megkeresik a napot. Aki előbb célba ér, azé a dicsőség. Természetesen nem csak a történet kapcsolódik a fényhez, de maga a játék is. A pálya például a szivárvány színeiből állt össze. Különböző hullámhosszuk van ugye ennek a színeknek, és a hullámhosszok a pályák. A vörös pályának van a leghosszabb hullámpályája, és a legkisebb az ibolya színnek. A fotonok a bábuk, melyek a fény legkisebb alkotóelemei. De van többek közt fénycsatorna, kérdéskártya és fekete lyuk is. A fekete az a fekete lyuk, ha oda belép, akkor csak hármassal és olyan színűvel tud kilépni, amilyen pályán éppen van. Vencel Marianna és Pulai Robertné segítségével állították össze a gyerekek a társasjátékot. A gyerekekkel nagyon sokat ötleteltünk, hogy milyen pályamunkákat lehetne beadni, és a végén arra jutottunk, hogy egy társasjátékkal próbáljuk meg megmérettetni magunkat. A megmérettetés jól sikerült. A kreatív pályázat Életünk természetes fényei kategóriájában első helyezett lett a Vörösös Diákok Társasjátéka, melyet a természetismeret szakkörösök készítettek. Az intézmény többi diákja is kipróbálhatja majd ezt a játékot az egyik ökonap keretében. Lebontották a főtéri karácsonyfát. A Városgondnokság dolgozói ma reggel álltak neki a munkának. Elszállították a fenyőfát, valamint szétszették a betlehemet és a fabódékat. A színpadot a hétvégén távolítják el a térről. Közel másfél hónapig állt a főtéren a város karácsonyfája, valamint a gyertyafényes advent sorozat elengedhetetlen kellékei, a színpad és a fabódék. A Városgondnokság munkatársai ma reggel bontották és szállították el ezeket. Tegnap volt vízkereszt, ami után ugye a betlehem és a diszkivilágításos fenyőf, hogy ismételjen magamat bontásra kerülöm, ahogy a hetedike van, ma reggel felvonultunk teljes létszámmal, és elviszünk a főtérről mindent, amit el tudunk. Így a fabódékat, a betlehemet és a karácsonyfát. Ám a színpad még marad néhány napig a főtéren. A mögöttem levő színpaddal vagyunk egyelőre meglőve, mert a színpadfedés ponyváját a ráfagyott hó és jég miatt nem tudjuk lebontani, az még valószínűleg egy-két napot itt pihenni fog, amíg az időjárás nem enyhül meg. Ott jártunkkor éppen az EON munkatársai áramtalanítottak és szedték le az égőket a fenyőről. A 20 éves, 13 méter magas fát ledarálják és a várkastély fűtésénél hasznosítják majd. A fabódékat darabjaira szedve a Városgondnokság raktározza el. Ami itt kint található most a főtéren, ez mind a Városgondnokság tulajdonát képezi. Ezeket mi építjük, mi raktározzuk be, amikor éppen nincs valami rendezvény, ahol ki kell települnünk. A szemét eltakarítás az pedig természetesen Városgondnokság feladat. A főtér a hétvégére teljesen kiürül és megtisztul, tette még hozzá Bujics Lajos. Az 1000. megtekintésen is túl van az a videóklip, melyet pápai szereplőkkel forgatott egy pápai amatőr csapat profi szinten. Paja Bea Oly szép vagy nekem című dalára a Szó és Kép színpad tagjainak szereplésével Szabó Szilárd és Szabó Máté készítette el a videót. A film Paja Beának is tetszett, az ő engedélyével került fel az egyik legnépszerűbb videó megosztó oldalra. A klip Paja Bea engedélyével készült. Azt mondták, nyugodtan csináljuk, meg kíváncsiak arra, hogy mi, és hát annyit írtak vissza, hogy nagyon kedves és szerethető, úgyhogy nyugodtan tegyük nyilvánossá. Ezt kaptuk vissza, és azt hiszem ez már jó jel valamilyen formában. Ő Szabó Szilárd, a rendező és vágó.
Fiát Szabó Máté dicséri az operatőri és a számítógépes utómunka. A klip szereplői a Szó és Képszínpad tagjai, akik időről időre néptáncos barátokkal kiegészülve hoznak létre előadásokat. A klip forgatásnál jól jött a tánctudás és a színészi véna is. Nem is nagyon tudtam őket rendezni igazából, mert földobtunk egy labdát, és hát még a profikról van szó, táncba is, színészekbe is. Ők hozták magukat, hozták az ötleteiket, tehát igazából sok rendezni való nem volt. Maximum annyi, hogy ami elképzelés volt, az azért nagyjából megvalósuljon. A klipben szerepel egy kislány, Heizler Corinna is, ő vezeti fel a történetet. Ő a kerete ennek a klipnek. Egy kislány, aki bemegy egy szórakozóhelyre, belép, körülnéz, és arra vágyik, hogy ő is nagylány legyen, és ugyanúgy, mint az ottani nők után megforduljanak a férfiak, középpontba lehessen, felnőhessen végre, felvehessen esetleg olyan ruhákat, amit még az anyukája nem enged meg, kifeshesse magát. Tehát igazából egy nővé vágyásról szól talán a klip. A jó hangulatú, vidám, képileg is sodró lendületű klipet sokan dicsérték. Szabó Szilárd most egy körülbelül 10 perces kisfilm történetén dolgozik, és már a szereplőket válogatja a forgatáshoz. A holnapi időjárás jelentésről néhány másodperc múlva hallhatnak. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, reggel északkeleten még szállingózhat a hó. Napközben csapadék nem valószínű. A Dunántúlon többnyire megélénkül a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 3 és mínusz 10 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 1 és mínusz 6 fok között várható. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, jöjjön a magazin, viszontlátásra!